Jó estét, jó napot! Azt szerint, hogy milyen napszakban néznek bennünket, rendkívüli helyzet, rendkívüli forint helyzet van, és erre való tekintettel megkértem Simor Andrást, a jegybank volt elnökét, hogy értelmezze azt, amiben vagyunk, adjon perspektívát, hogy mire számíthatunk, és hogy mindezt tegye úgy, hogy én is megértsem, és az a reményem, hogy különösebb gazdasági előképzettség nélkül, ami ránk tartozik ebből az egészből, amit a portfóliónak az egyik újságírója azt hiszem úgy fogalmazott, hogy élőben közvetítik a forint halálát, hogy ami ebből ránk tartozik, és amit meg lehet érteni, és köszönöm szépen, hogy hajlandó volt eljönni és beszélni erről. Mi történik most velünk? Én köszönöm a meghívást. Hát ugye az történik, hogy a forint most már idestova 12 éve szinte folyamatosan és egyre gyorsuló ütemben gyengül. Ugye talán emlékeznek még rá, hogy 2010-ben olyan 270 forint volt egy euró. Tegnap, amikor ránéztem, akkor legutoljára olyan 410 forint körül volt egy euró. Ez összesen durván egy 50%-os leértékelődés. Mi most csütörtökön beszélgetünk délután. És ez annyit jelent, hogy abban a pillanatban, amikor kilépünk az országhatáron, akkor ennyivel kevesebbet ér a pénzünk, de nem csak akkor, hogyha Londonba, vagy Frankfurtba, vagy Párizsba megyünk, hanem akkor is, amikor Pozsonyba, vagy éppen a horvát tengerpartra, mert Szlovákiában euró van, és Horvátországban meg euróhoz kötötték a helyi deviza árfolyamát. Tehát ennyivel kell többet fizetnünk mindenért, mint 12 évvel korábban, olyan 50%-kal. Csak azért, mert a forint leértékelődött. Ez az 50% elég erőteljesen. Hát ez húzós. Na most ez azért nem folyamatosan volt így az elmúlt 12 év alatt. Az első pár évben volt egy kismértékű leértékelődés, aztán szépen stabilizálódott a forint, majd utána elindult folyamatosan egy egyre gyorsuló leértékelődési hullám, olyannyira, hogy ebben a fél évben csak, mögöttünk álló fél évben durván 10%-ot gyengült a forint az euróval szemben. A háború miatt? Na most ugye, hogy mi miatt, arra rögtön rátérnék, de azt szeretném csak mondani, hogy nem csak az euróval szemben gyengült, hanem gyengült a környező devizákkal, környező országok devizáival szemben is, a cseh koronával, a lengyel zlotyival, a román lejjel szemben, egy olyan, az utóbbi 4-5 évben egy olyan 20-30%-kal lett gyengébb a forint. Na most... Ez nem nagyon sok? Ez sok, de ugye azt kérdezte, hogy a háború Igen. miatt. Na most, hogyha a háború miatt, akkor nekik nincs háború, vagy ők messzebb vannak a háborús hadszíntértől, mint mi. Mondjuk a románok ugyanúgy határosak Ukrajnával, a lengyelek ugyanúgy határosak Ukrajnával, a szlovákokat nem említem, mert náluk euró van, tehát ilyen szempontból mindegy. Úgyhogy nem a háború miatt. Hogyha most az egész 50%-os leértékelést veszük, akkor én azt gondolom, hogy ez onnan indult, hogy a kormány úgy gondolta, a Nemzeti Bankkal együtt, hogy jó az a gyenge forint. Jó a gyenge forint, mert Magyarországnak nagy külföldi adósságállománya volt, ami fölépült már a 90-es, 80-as évektől, és ezt az adósságállományt le kell építeni. Azt pedig úgy lehet leépíteni, hogyha folyamatosan nagyobb az exportunk, mint az importunk, tehát folyamatosan a fizetési mérlegben többletet generálunk, és ezt a többletpénzt arra tudjuk fordítani, hogy csökkentjük az adósságállományt. És ez nagyon szépen működött is. És úgy gondolták, hogy az export nagy nőni fog, hogy gyengítjük a forintot, ezért könnyebb lesz exportálni, olcsóbb lesz exportálni, és az export nőni is fog. Ez működött egy olyan 4-5 évig, 2010-15-16-ig, és utána egyre inkább látszott, hogy ez nem működik, mert nem nőtt az export jobban, mint az import, és Magyarország részesedése a világkereskedelemből sem növekedett már. Tehát, ami azt mutatja, hogy szemben a hiedelemmel, mert az emberek sokszor azt hiszik, hogy ja, gyengíteni kell a forintot, majd nő az export.
ez egy nagyon leegyszerűsített recept, mert egy csomó kérdés még utána föl kell tenni, hogy egy ilyen gazdaságban, mint Magyarország, ez egyáltalán tud-e működni? És úgy tűnik, hogy tudott működni ideig óráig, de aztán nem. Azt akartam csak közbevetni, és lehet, hogy egyáltalán nem lényeges, de ahhoz, hogy Magyarország export képes legyen, ahhoz importálni kell egy csomó mindent. Nem? Pontosan ez egyik ok, ez pontosan jól látja, hogy például a nagy autógyárak, amelyek a legnagyobb exportőrök Magyarországon, azok az alkatrészek, nyersanyagok legnagyobb részét importból szerzik meg. Tehát az a, úgy fejezik ki, nettó hozzáadott érték, amit mi hozzá teszünk ezekhez az autókhoz, az leginkább munkaerő, meg még egy pár dolog. És ezek az autógyárak nagy részt a költségeiket is euróban mérik. Tehát a költségeik is euróban vannak, most nem a munkaerőt számítom, minden egyebet, meg a bevételük is euróban van, akkor a leértékelés őket annyira nem ösztönzi nagyobb exportra. Nyilván nagyobb exportra ösztönözheti a mezőgazdaságot, a turizmus, tehát van egy pár olyan része a gazdaságnak, amire a leértékelő árfolyam pozitívan hat, de ezek viszonylag kis szeletei a magyar gazdaságnak. Ezek átgondolt gazdasági húzások voltak, aminek a következtében Én meg vagyok győződve róla, hogy igen. Tehát, hogy volt egy ilyen stratégia, hogy a gyenge forint az jó lesz nekünk, és ugye a gazdaság szépen lassan be is indult az elmúlt 15-től kezdve mondjuk, szépen növekedett, de nem elégedtek meg ezzel a növekedéssel, és úgy gondolták, hogy még nagyobb növekedésre kell bírni a gazdaságot, ami már túlment a magyar gazdaság egyensúlyi lehetőségein. Mert mindig van egy olyan szint, amit egy gazdaság ki tud magából préselni, és utána lehet még dragokat adni neki, mint például levinni nullára a kamatot, meg gyengíteni az árfolyamot, és azt gondolni, hogy ezzel majd még nagyobb teljesítményre bírjuk, de ez előbb-utóbb visszaüt. Előbb-utóbb visszaüt. Tehát a növekedést azt meglódítja, de egyéb káros hatások mutatkoznak? Azt szokták mondani, hogy egy gazdaságnak van egy potenciális növekedése, egy természetes, egyensúlyi növekedési üteme, amit ki tud magából gazdálkodni, ami függ attól, hogy mennyivel nő a termelékenység, hogy mennyi új tőke jön be az országba, hogy mennyi plusz munkaerőt tudunk a munkaerőpiacra. Ezek nagyjából meghatározzák azt, hogy mi az a normális növekedési ütem, amit egy gazdaság kibír. Ha e fölötti növekedésre akarjuk bírni, akkor előbb-utóbb annak következményei lesznek, magas infláció, magas költségvetési hiány, magas fizetési mérleg hiány, és mindezek vannak ma Magyarországon. És ettől? Mert és részben, részben ettől. Nyilván az inflációnak vannak külső okai, de Magyarországon az infláció, és megint visszatérek erre, hogy hát háború miatt volt magas az infláció, a magyar infláció magas volt már a háború kitörése előtt is. És ugye a háború február 24-én tört ki, ott, ami inflációt az tud generálni, azt mondjuk úgy, hogy legelőbb április elejétől tud annak hatása lenni a Magyarország inflációra. Április előtt is magas volt az infláció. Tehát akkor is már közel 10% körül volt, és most 10-11% között van. Tehát akkor miért a háború okozta? Tehát ezek ilyen politikai üres fejűségek. Covid is volt. Hát értem. Mondjuk az is másodt is volt. De hát másodt is volt. Egyébként másodt is van infláció. Igen, tehát nem csak Magyarországon. Mondani, hogy a Baltikumban 20% környéki inflációt mérnek. Amit én olvastam, és nem tudom, hogy mekkora jelentősége van, hogy a románok és a bulgárok azok a jegybank által egy olyan monetáris politikát csinálnak, amivel valahogy kiegyensúlyozzák az inflációt, valamit tudnak csinálni ellene, visszavásárolgatják a saját nemzeti valutájukat, és ezzel valahogy egyensúlyozzák. Hát az árfolyamot tudják. Ezek Magyarországon járható? Trükkök. Természetesen jár a trükkök.
mondjuk minden nemzeti banknak megvan a saját stratégiája, taktikája, hogy hogy próbál hatni a piacokra. Mi az, amit mi megérthetünk átlagjárók elők ebből? Alapvetően a jegybanknak az infláció ellen és az árfolyam védelme kapcsán három jelentős eszköze van. Az egyik a kamatpolitika, a másik az árfolyam befolyásolása, intervenciókkal, és a harmadik pedig az, hogy felemeli a szavát, és valamit mond. Arról, hogy mi a véleménye a dolgokról, és hogyha van hitele a jegybanknak, az a legerősebb jegybank, aminek nem kell semmit csinálni, csak megszólal, és a piacok azt mondják, hogy ja, értem, a jegybankkal szembe menni, az nem egy jó dolog. Tehát ez a legerősebb jegybank, aminek semmit nem kell csinálni, kamatot se kell emelni, interveniálnia se kell, csak azt kell mondani, hogy ha nem vigyáztok, akkor majd kamatot fogunk emelni. És akkor vigyáznak. Mert van hitele egy ilyen jegybanknak. Na most a legrosszabb eset az, amikor a jegybank fut a piac után. Tehát amikor a piac elindul egy irányba, elkezdi gyengíteni a devizát, és a jegybank kapkodva elkezd kamatot emelni, és utána megy, és a piac azt mondja, ja, hogyha jössz utánam, akkor még nyomjuk az árfolyamat, és akkor még majd emelsz te kamatot. Tehát ez a legrosszabb helyzet, és azt hiszem, hogy ma ez az a helyzet, amiben vagyunk. Az a 2% pont, amivel ma csütörtökön, amikor beszélünk, emelték a heti kamatot, ezt én nem is tudom értelmezni, ez mit jelent. Ez már egy ilyen fajta előre menekülés a kamatemelésbe? Nézze, a jegybank egy kamatszintet szokott általában meghatározni, amilyen kamatszinten a bankok nála helyezhetnek el betéteket, és ezen keresztül igyekszik a piacon lévő kamatszintet befolyásolni. Most korábban ez a jegybanki alapkamat volt, ma a jegybanki alapkamatnak igazából a nevén kívül sok szerepe nincsen, az egyhetes betét az, amit el tudnak helyezni a kereskedelmi bankok a jegybanknál, úgyhogy annak van értelme. Arra kell odafigyelni. Ezt ma 2%-kal emelte a Nemzeti Bank, de mondjuk az elmúlt egy hónapban több lépésben... És így lett 9,5, ugye? 9,3. Az elmúlt egy hónapban 3%-kal emelte összesen. És elérte vele azt, hogy az elmúlt három hónapban a forint 20 forinttal lett gyengébb. Tehát 3,90 volt egy hónapja, most 4,10, miközben 3%-ot emelt a jegybank a egyhetes betéti kamaton. Most ez most olyan helyzet, hogy visszaemlékeztem a 2008-as válság időszakára, ami ugye egy nagyobb katasztrófa helyzet volt, mint a mostani, mert 100 évben egyszer van olyan világgazdasági válság, mint amit akkor átéltünk, és 2008. októberében a forint esett, mint a kő. És akkor a Nemzeti Bank egy lépésben ugyanezt a 3%-os kamatemelést megcsinálta, és a forint 30 forintot erősödött az euróval szembe a következő hetekben. Tehát magyarul én szerintem egy ilyen szituációban nem jó az, hogy ilyen kis lépésekbe szaladunk a piac után, hanem előre kell menni, emelni egy nagyot, és ezzel bemutatni a piacnak, erőt mutatni a piacnak. Tehát 3%-ot kellett volna emelni? Nem, nem most, hanem valószínűleg egy hónappal ezelőtt kellett volna ezt megcsinálni, ami nyilván rossz a gazdaságnak. Hát persze, hogy rossz a gazdaságnak, hogy emelkedik a kamat, de az is rossz a gazdaságnak, hogyha hagyjuk a devizát ócskavassá silányulni, a hazai devizát. Tehát ilyenkor melyik ujjamat harapjam meg? És ugye én egyszer egy politikustól hallottam ezt, és nem sokban értettem egyet azzal a politikussal, de ő mondta azt, hogy a macska farkácsa jó sok kis lépésben levágni. Tehát egyszer kell egyet lépni, amitől ért a piac, és utána megnyugszik. Most nem ez történt az utóbbi időben. Azt is mondják a háborón kívül, hogy a Magyarország és az Európai Unió viszonya a meghatározó például a forint gyengülésben, és most a mai kormányülés után ezt én a rádióban hallottam, és
nagyon hebehúgyán fogom csak összefoglalni, tett Magyarország olyan lépéseket, amely ezt a viszonyt rendezni hivatott. Az az érzésem, hogy nem teljes mértékben lesz az Európa Tanács ezzel elégedett, illetve az Európai Bizottság ezzel elégedett, de minden esetre bizonyos gesztusok történtek, politikai gesztusok történtek, amelyek esetleg elősegíthetik azt, hogy Magyarország ahhoz a pénzhez jusson, amit annyira vár az Uniótól. Igen, ahogy kezdtük, hogy mik az okai a forintgyengülésnek, hát azért sok oka van, ahogy próbáltam mondani, egyrészt egy gazdasági stratégia része volt, és a piac ezt elfogadta, hogy a magyarok nem bánják, sők szeretik a gyenge forintot, és ezért erre érdemes játszani, mert ezen lehet pénzt keresni. Másrészt ugye a magyar külkereskedelmi mérleg az utóbbi 4-5 évben folyamatosan romlott. És ma már, ugye hosszú évek után negatív a külkereskedelmi mérlegünk, ez alapján negatív a fizetési mérlegünk, van egy jelentős költségvetési hiányunk, ezt hívják ikerdeficitnek, és ebben az évben ezek a hiányok nagyjából hasonló szintekre fognak rúgni, mint amilyen szinteken voltak 2007-2008-ban, tehát amikor beütött a nagy válság. Tehát ez egyik oka a forintgyengülésnek. A másik oka, amire rávilágított, az az, hogy ugye nem jutunk az Európai Uniós forrásokhoz, ez durván olyan 5 milliárd eurót jelent egy évben az országnak. Na most összehasonlítva a külföldi tőkeberuházások, tehát ilyen részvény és egyéb ilyen befektetések, azok mostanában egy évben olyan 2 milliárd euróra rúgnak, tehát az európai források azok 2,5-szerese annak, mint ami piacról bejön az országba, és ugye az európai források a nagy része ráadásul olyan, hogy nem kell soha visszafizetni. Tehát az kvázi ajándék. Igen. Tehát erről lemondani, az mondjuk elég felelőtlen az én véleményem szerint. De hát kérnek most, cserébe ja, ezt annál, arról nem is, tehát ennek több haszna van az európai forrásoknak. Egyrészt gazdasági növekedésre és az ország jólétének növelésére lehet fordítani, és másrészt, mivel deviza beáramlás, ezzel lehet finanszírozni a fizetési mérleg hiányt, jelentős részét. Ha ez nincs, akkor a fizetési mérleget hitelekkel lehet csak kiegyensúlyozni, aminek nyilván költsége van, méghozzá nem is kevés, mert a magyar kamatfelár az utóbbi időben olyan 2,5-3%-kal emelkedett, tehát euróban. Tehát botorság. Na most nyilván tett lépéseket az utóbbi időben a kormány, vagy tesz lépéseket, hogy az Európai Unió bizalmát visszaszerezze, mert itt elsősorban bizalomról van szó, az én véleményem szerint, nem azokról az egyedi intézkedésekről, amiket meglépnek, hanem arról, hogy az elmúlt 10-12 év arról szólt, hogy az Európai Unió egyfolytában úgy érezte, hogy a magyar kormány őket átveri. Tehát ez a egy lépés előre, két lépés hátra. Most megígérünk valamit, és majd jövőre kijátsszuk őket úgy, hogy nem veszik észre. Na most ezt lehet egy darabig csinálni, de egy idő után rájönnek, hogy mesztelen a király, és ha elfogy a bizalom, akkor azt visszaszerezni, az pokoli nehéz. Szerintem mindenki tudja a saját személyes életében, hogyha egyszer valaki őt átverte, nem is egyszer, hanem többször, akkor mit kell annak az embernek csinálni ahhoz, hogy én újra megbízzam benne. Erről szól a mostani helyzet az Európai Unió és közöttünk, úgyhogy én nem tudom, hogy mi lesz elég. Na most az is igaz, hogy az Európai Unió a hátára kívánja, mint a pupot, azt, hogy velünk itten ezen az ügyön alkudozzon, mert van neki egyéb dolga, tehát meg egyéb problémái. Tehát szerintem ők szeretnének túl lenni ezen a dolgon, és szeretnék, hogyha ez a magyar ügy elrendeződne. De az látszik már, hogy Magyarország annyi ellenséget szerzett magának az Európai Parlamentben, az európai véleményformáló közvéleményben, hogy a kormányoknak már nagyon nehéz ezt a dolgot csak úgy, ahogy korábban szokták a szőnyeg alá söpörni. Tehát itt valószínűleg nagyon komoly engedményeket kell már tenni, és valószínűleg valamiféle garancia rendszert kell kialakítani,
arra vonatkozólag, hogy hogyan garantálja azt a magyar kormány, hogy nem veri át őket megint is ismételten, és valami, szerintem az Unió valamilyen ellenőrzési rendszert is majd akar kialakítani, amivel majd követheti azt, hogy betartjuk-e azt, amit ígérünk. Ön szerint elképzelhető, hogy nem kapjuk meg a pénzt? Elképzelhető, igen. Igen. Nem tartom valószínű szenáriónak, de elképzelhetőnek tartom. És abban az esetben mi lesz nélkül az 5 milliárd euró nélkül? Lassabb lesz a növekedés, drágább lesz a magyar hiány finanszírozása. Erről teljesebb hitelfelvétel is kész? Nagyobb hitelfelvétel, lassabb növekedés, gyengébb forint. Hát lehet élni enélkül a adomány nélkül, tehát azért ez... Vannak országok, amik nem tagjai az Uniónak, és... Mennyire számít az, hogy Magyarországnak 35 milliárd eurói devizatartaléka van, ez érdekes? Hogyne, persze, és ez egy jelentős devizatartalék, és fontos eszköz, elrettentő eszköz, hogy kevésbé legyen sebezhető a magyar gazdaság és a forint. Hogyne? Ettől kevésbé sebezhető? Igen, igen, igen. Én azt gondolom, hogy ez egy tisztes tartalék, tehát ebből lehet interveniálni, és lehet a forint védelmére pénzt költeni. És az hogy lehet? De vásárol forintot a jegyban? Vesz forintot, és elad eurót, vagy dollárt, vagy valamilyen másik devizát. Tehát ezt lehet csinálni. Az ön idejében volt erre példa? Csak az nagyon fontos, hogy ezt jó ütemben kell csinálni, jó mennyiségben, hogy ennek legyen komoly hatása a piacon, és a spekulánsok, akik a forint ellen spekulálnak, azok jó megégessék magukat. Na hát, és ezt hogy kell érteni? Hát ezt úgy kell érteni, hogy ha belép a piacra a nemzeti bankok, el kell nyomni az árfolyamot, ami arra kényszeríteni a spekulánsokat, hogy likvidálják a pozíciójukat, és érezzék azt, hogy, mert ugye ők sem bírnak veszteségeket tartani hosszú ideig, és érezzék azt, hogy ha még egyszer nekirontanak a forintnak, akkor lehet, hogy megint megégetik magukat. Tehát ez egy bizonyos, ilyen kicsit pszichológiai játék, hogy próbálunk egymásra nyomást gyakorolni. De akkor mondjál például, hogy egyébként tényleg spekulálnak a forintra? Hát persze, miért ne spekulálnák? Hát, hogy, de mindenki spekulál. Hát, hogy azzal lehet pénzt keresni? Én a spekulációt nem tartom egy piszkos szónak, mert ha valaki arról dönt, hogy mondjuk a kis megtakarításait azt mondjuk devizába tartsa, vagy forintba tartsa, vagy állampapírba, vagy részvénybe, vagy befektetés egybe, az is spekulál. Hát ez ugyanaz. Ugye vannak külföldi befektetők, akik szintén spekulálnak, hogy mint tudnak a legtöbbet nyerni. Ennyi. Ők is tulajdonképpen ezek a befektetők. És hogy lehet ezek olyan embereknek a pénzét kezelik, mint ön vagy én. Aha. Tehát ők is megtakarításokat kezelnek, és ezeknek a megtakarítóknak minden nagyobb hozamot akarnak bemutatni, és ehhez megkeresik azt, hogy hol tudnak a legtöbb pénzt keresni. Hát ez a spekuláció. De hogyan lehet nekirontani a forintnak, és hogy lehet rongálni? Hát úgy, hogy mondjuk valaki, van eurója, azt mondja, hogy ő ezt az eurót, ezt eladja, vagy az euróból ő megpróbál a forintot sortolni. Tehát ilyen van, és ezt meg lehet csinálni, és ezt bárki meg tudja csinálni, olyan is, akinek éppen nincsen forintja. A sortolás elcseréli, az euróját forintra, majd pedig ezt a forintot eladja a piacon, abban reménykedve, hogy amikor a csereüzletet majd vissza kell csinálni, egy hónap múlva, két hónap múlva, három hónap múlva, ő akkor a forintot a piacon olcsóbban fogja tudni visszavásárolni, ezt hívják sortolásnak. És ezt különös tekintettel lehet úgy megcsinálni, vagy nagyjából biztosra menni, hogyha az embernek a kezében van az árfolyam mozgatása. Akkor lehet jól keresni. Egy jegybanknak annak nagyobb eszközei vannak, mint egy-egy spekulánsnak. A spekulánsok összessége az valószínűleg erősebb, mint a jegybank, ezért valahogy meg kell őket osztani, és
időről időre közbelépni. Tehát nem kell folyamatosan ott lenni a piacon, hanem időről időre belépni és megzavarni a spekulánsok békéjét. És mostanában történik ilyen? Nem tudom. A Nemzeti Bank nem hozza nyilvánosságra, más jegybankok nyilvánosságra hozzák utólag, hogy ők mennyit interveniáltak. Aha. Nem előre, mert hát bolond lesz bárki ezt előre nyilvánosságra hozni, de legalább utólag, havonta ezt megmutatják a transzparencia jegyében. A Magyar Jegybank ilyet nem csinált, tehát nem tudom, hogy mit tesznek a piacon. Most akkor azt szűrtük le eddig, hogy a forintnak, amelyiknek a kalandjai csütörtök délutánig 416 forint per euróig mentek fel, aztán kicsit visszamentek, most 410-nél tartunk, és mikor ez szombat délután adásba kerül, akkor éppen nem tudom, hogy mi lesz. Tényleg tippelhetünk, hogy mi lesz szombaton, amikor adásba jutunk, meg fog nyugodni maga szerint a forint? Én egyébként azt gondolom, hogy előbb-utóbb meg fog nyugodni, mert a Nemzeti Bank addig fogja emelni a kamatokat, amíg meg nem nyugszik ez az árfolyam. És itt fog megnyugodni, és nem mondjuk 20-nál, 420-nál? Azt én nem tudom megmondani. Uh-huh. Azt én nem tudom megmondani, hogy hol fog megnyugodni. De ugye közgazdászok mostanában azt szokták mondani, hogy a Nemzeti Bank egyedül nem tudja megállítani a forint gyengülését, ehhez a kormány intézkedés sorozata is kell. És én azt gondolom, hogy ez részigazság. Olcsóbb és kedvezőbb lenne az ország számára, hogyha a kormány és a Nemzeti Bank együtt dolgozna azon, hogy az infláció lejöjjön, aha, és a forint megerősödjön, de a Nemzeti Bank képes arra a kormány nélkül is, hogy megállítsa vagy jelentősen lelassítsa a forint gyengülését, csak ez sokkal többe kerül kamatban. Tehát sokkal nagyobbat és többet kell lépni annak érdekében, hogy ezt megtegye, és ez nem az optimális megoldás. De ez nem ad felmentést a jegybanknak arra, hogy ne tegye meg azt, amit meg kell tenni, és én azt gondolom, hogy ők ezt értik a jegybankban. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy ön szerint egyébként a jegybank, hogy mondjam, figyelemmel kísérve a hétköznapokat és a forint alakulását teszi a dolgát önmagától, annélkül, hogy erre kormányzati biztatást kapna? Hát, hogy aztán mi van a kormány és a jegybank között? Feltételezem, hogy konkrétan nem tudja. Hát fogalmam sincsen, hogy van ott a kommunikáció, de szerintem a jegybank úgy is tudja a dolgát, de hát ez a jegybanki függetlenség, ez számos csorbát szenvedett az utóbbi időben már, tehát nem lehet tudni, hogy mennyire önállóan döntenek, és mennyire nem. Uh-huh. Amennyire vissza tud emlékezni a saját idejében, együtt kellett, mármint hogy volt szándék az együttműködésre a kormány és maga persze között? Tehát a függetlenség nem azt jelenti, hogy nem működünk együtt, sőt, együttműködünk, csak egymástól függetlenül döntünk. Tehát nem az egyik mondja meg a másiknak, hogy mit kell csinálni. Ennyi. Uh-huh. És ez most is így van feltételezhetően. Ezt nem tudjuk. Oké, okay. Rendben van. Jogilag a függetlenség összes persze, háttér infrastruktúrája megvan. Jó, azt szeretném kérdezni, nem tudom, hogy mennyire van kedve ilyen makro benyomásokat elemezni, de hogy amikor 2010-ben ellenzéki makrogazdasággal foglalkozó emberekkel beszélgettem egy stúdióban, történetesen a Klubrádió stúdiójában, akkor azt úgy vélték általában, egymástól teljesen függetlenül, de egybehangzóan, hogy az a gazdaságpolitika, amit az Orbán kormány, az akkor hatalomba kerülő Orbán kormány követni látszik, az teljes mértékben veszélybe sodorja a gazdasági növekedést, és hogy ez katasztrofális. Tehát, hogy nagyon rossz benyomásuk volt arról, ami elindult Magyarországon. Ezek a hangok aztán elcsöndesedtek nagyjából. Azt szeretném tudni, hogy önnek mi a vélemény, hogyha végignézi az elmúlt 12 évnek a gazdaságpolitikáját. Egyenletesen rossz véleménye van róla, vagy közepesen, vagy egyáltalán nem rossz, vagy túllépett ez a gazdaságpolitika azon, amit ön várt tőle mondjuk 12 évvel ezelőtt, mást hozott el, csak úgy kíváncsi vagyok, hogy milyen. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz így egységesen megítélni, aha, mert a gazdaságpolitikának voltak bizonyos részei, amik szerintem
jó működtek, és egy csomó pozitív dolgot hoztak az ország életébe, és voltak és vannak részei, amik szerintem csapnivalóan működtek. Tehát például, csak hogy mondjak egy-két példát, ami a foglalkoztatás területén történt, azt én alapvetően pozitívan értékelem. Nyilván ezen belül is voltak olyan dolgok, amivel nem értettem egyet, de hát végül is Magyarországon magas foglalkoztatottság van, alacsony munkanélküliség van, és ez egy nagy érték. A másik, amiben nagyon sok pozitív dolog történt, az én véleményem szerint, az az adórendszer hatékonysága. Tehát az, hogy ma sokkal kevesebben csalnak adót, az én véleményem szerint, mint korábban, az részben annak köszönhető, hogy bevezették ezt az online kitöltést. Kitöltést, de nem csak a kitöltést, hanem a pénztárgépek online bekötése, a viszonylag alacsony jövedelemadó szint, rengeteget fehéredett a gazdaság. Hát meg nem csak a jövedelemadó, hanem a vállalati adózás is nagyon alacsony lett. Ez így van. Tehát ezek nagyon pozitív dolgok, az én véleményem szerint. Ami aztán történt olyan területen például, hogy ami a gazdasággal nagyon szoros összefüggésben van, oktatás és egészségügy, mert ugye mi egy gazdaságnak a legfontosabb értéke? Hát az a munkaerő. Na most egy olyan gazdaságban, ahol a munkaerő alapvetően képzetlen és egészségtelen, az nem tud hosszú távon sikeres lenni a világban. Tehát ugye a fölzárkózási folyamat arról szól, tehát az, hogy mi utolérjük Ausztriát, ami ugye kitűzött cél, az alapvetően arról szól, hogy egyre komplikáltabb, bonyolultabb termékeket tudunk előállítani, egyre hatékonyabban tudunk termelni, mert csak akkor tudunk magasabb bért fizetni a dolgozóknak. Na most ki tud hatékonyabban termelni és szofisztikáltabb termékeket előállítani? Csak az, hogyha egészséges, jól képzett munkaerőnk van. Na most ez ma nincs. Sőt, nem hogy előre haladnánk, hanem visszafelé haladunk. Na most ez szerintem hosszú távon egy tragédiája a magyar gazdaságnak, és ezért van az, hogy az utóbbi évtizedben a növekedés legnagyobb forrása a munkaerőállomány bővülése volt, miközben a termelékenység az nem, vagy alig bővült, és így nem lehet fölzárkózni Európához, hiszen a munkaerőállomány növekedésének tartalékai kimerülnek. Tehát már nincs kit a munkaerőpiacra vonni, és hogyha ma megkérdez egy vállalkozót, hogy mi az egyik legnagyobb gondja, akkor valószínűleg az, hogy nem talál képzett munkaerőt. Most nem akarok én arról beszélni, hogy nincs bevándorlás vagy migráció, de nem elég gyerek születik, egy csomóan nem járnak egyetemre, vagy aki jár egyetemre, az nem Magyarországon, hanem külföldön, és sorolhatnánk a problémákat. Tehát igen, mondjuk ebből nagyon sok minden tudatosan irányított, mert az oktatáspolitika az nem véletlenül olyan, amilyen. Tehát, hogy valamilyen koncepció hogy? Áll mögötte. Hogy? Csak nehéz belátni, hogy ez az egykori gazdaság, a jövendőbeli gazdasági növekedéssel hogyan hozható harmóniába, hogyha egyébként nem tanítunk. De hát lehet, hogy a koncepció része az, hogy egyébként szakmunkás képzés az folyik. Hát nézze, ha összezerelő üzem akarunk maradni a következő 50 évben, akkor ez tök jó. Hát igen. Mindenesetre az egészségügy meg simán drága, tehát hogy az egészségügyel kapcsolatban feltételezhető, hogy olyan nagy pénzmennyiséget kötne le az is, hogy komplexé tegyék például a béremelését az egészségügyi dolgozóknak, mert az orvosokat rendezték, hogy maradjanak itthon, de az egészségügyi kiszolgáló személyzet, amelyiknek a munkáján múlik az, hogy milyen az ellátás minősége, ők nem kaptak például béremelést. Nézze, minden kormány eldönti, hogy számára mi a fontos. Mert a költségvetésnek nyilván korlátozott összege van, és abból ki kell választani, hogy mik a legfontosabb dolgok,
mik a kevésbé fontosak, és mik az egyáltalán nem fontosak, és arra költi a pénzt, amit ő fontosnak tart. És úgy tűnik, hogy a kormány számára az egészségügy az nem fontos, és az oktatás az nem fontos. És vannak ennél fontosabb dolgok. Szerintem ez tragikus nagy hiba. Uh-huh. A monetáris politikáról általában van kedve két-három mondatot mondani? Annyira nem. Szeretném, mert én... Mert jót szeretne mondani, én nem, és jót azért nem tud, igen, az ember, nem szeretne. Az ember ne csináljon abba a házba, ahol lakott. Tudja, ez van egy ilyen mondás. Tehát, igen, abszolút van. Úgyhogy én nem gondolom, hogy sokat szeretnék róla beszélni, de ja, igen. Jó, azt azért még szeretném, ha megbeszélnénk, hogy mennyire politikai kérdés az, hogy az derült ki számomra abból, amit a mai kormányülés összefoglalójából levettem, hogy gyakorlatilag ami a forinttal történik, ami a nemzeti valutával történik, az minthogyha át lenne focizva a Nemzeti Bankhoz, tehát hogy ez monetáris kérdésként van kezelve, és nem politikai kérdésként. És melyik a kettő közül, vagy hogy szokott ez intéződni? Hát minden, én szerintem itt minden is, tehát vannak nyilván bizonyos feladatok, amik a Nemzeti Bank feladatkörébe esnek. És alapvetően az infláció és az árfolyam az a Nemzeti Bank feladatköre. De mind az infláció, mind az árfolyam kérdésben a kormány rengeteget tud segíteni vagy ártani. És a kérdés az, hogy támogatja ebben a Nemzeti Bankot, vagy ellene tesz. Például itt ugye nemrégiben a kormány egy csomó intézkedést hozott, az év elején megindult egy irdatlan költekezés, aminek eredményeként ugye a bérek olyan 15-16%-kal nőttek, eddig az évben, és ezért szerintem nem is annyira húsba vágó ma még az áremelkedés, mint amilyen majd lesz, hogyha ez a béremelkedés nem ilyen szintű lesz, bár nyilván nem mindenki kapott 15% béremelést, de hát én csak az átlagszámokat ismerem. Uh-huh. És ez nyilvánvalóan ez a 15%, ez nem segíti az infláció elleni küzdelmet, mert a cégek azt látják, hogy az emberek zsebében több a pénz, akkor lehet árat emelni. Tehát ők sem azon vakarják a fejüket, hogy tudom az árat lejjebb tartani, ha azt látom, hogy a fogyasztás az nő. Míg ezen a ilyen árakon is, tehát hogyha az emberek meg tudják venni, akkor miért tartsák ők lent az árakat? De közben pedig vannak árak, amelyeket nem lehet lent tartani, mert a szállítási költségek azok horribilisek kezdenek lenni, mert a fűtési költségek, mert az áramhoz való hozzájutása azoknak, akik egyébként előállítanak termékeket, azok nagyon magasak. Tehát, hogy elkezdett Én értem ezt, csak ugye az a kérdés, hogy amikor egy vállalkozó szembesül azzal, hogy fölemelkedik az energiaára, akkor ő lenyelheti egy darabig. Akkor két dolgot tehet. Nagyon egyszerűen két dolgot tehet. Az egyik az, hogy azt mondja, ja, ennyi, áthárítom, fölemelem az árat, kész. A másik, hogy azt mondja, hogy hát én nem tudom fölemelni az áramat, mert nem ott tudom eladni a termékemet. Tehát kénytelen vagyok megnézni, hogy tudok én spórolni. Kevesebb lesz a nyereségem? Megpróbálok takarékoskodni az energiával? Tehát csak mondtam két példát. Lehet ezen vakarózni, meg gondolkodni, meg ötletelni, és biztos, ha nem is az egész energiaáremelést, de annak egy részét meg tudja spórolni a vállalkozó, ha rákényszerítjük. De hogyha azt látja, hogy ő bármennyire el tud adni, akkor miért? Hát nem érzi úgy, hogy be fog következni az a helyzet, amikor már nem teheti meg azt, hogy... De biztos, hogy be fog következni, csak én most még ezt nem látom. Tehát most még azt látom, hogy a fogyasztás jelentős mértékben nő, még a hitelezés is növekszik, tehát nem az üteme nem növekszik, de még mindig megy ki elég sok hitel, annak ellenére, hogy a kamatok nőttek. Tehát én szerintem a vállalkozók még nem érzik azt a békjót,
amit a korlátozott, nagyon korlátozott kereslet jelent. Ez persze nyilván nem minden területre igaz, vannak különböző területei a gazdaságnak, de úgy általában. Milyen gazdasági kimenetel tippel azzal kapcsolatban, hogy hozzájutni a különböző energiaforrásokhoz egyre nehezebb lesz? Én tartok tőle, hogy nehéz lesz hűteni. Én azt gondolom, hogy mi hozzá fogunk tudni jutni az energiaforrásokhoz. Tehát semmilyen katasztrófát nem... Én személy szerint tippel. Nem látok, nem tippelek katasztrófát. Viszont azt tippelem, hogy itt egy nagyon jelentős gazdasági lassulás lesz, és én ugye nézegettem a Nemzeti Banknak a legfrissebb előrejelzését, és én azt viszonylag optimistának találom. Tehát mind az infláció csökkenése, és ez viszonylag hozzárendelt gazdasági növekedés, jövedelem növekedés, valahogy nekem ez nem annyira áll össze. Tehát én egy pessimistább forgatókönyvet látok magam előtt, amiben én azt gondolom, hogy valószínűleg egy lassabb infláció csökkenés fog bekövetkezni, mint amit ők előre jósolnak. Na de a lassú infláció csökkenés az nekünk lesz rossz már, mint hogy nekünk járókelőknek lesz rossz. Az a helyzet, hogy a mostani gazdasági helyzet a járókelőknek mindenképpen rossz lesz. Sajnos. És akkor mire gyúrjunk? Vagy mi az optimális magatartás ebben a helyzetben? Én azt gondolom, hogy volt 10 jó év. Azt mondja, hogy ne szórjuk. Volt viszonylag 10, a gazdaságnak igen. Volt viszonylag 10 jó éve. Tehát úgy általában. Megint biztos vannak emberek, akiknek borzasztó éveik voltak, de a gazdaság úgy en bloc viszonylag jól teljesített 10 évig, most nehezebb évek jönnek. Akkor tehát ne szórjuk a pénzt, ne tervezzünk nagyobb utazásokat. Egyébként utazást tervezni az is nagyon jó, mert nem találjuk a csomagunkat, a repülőnket és semminket. Arról nem beszélve, igen. Nem, én azt gondolom, hogy valószínűleg itt kevesebb hitelfelvétellel kell számolni, valószínűleg vissza fog esni a lakásépítés, a lakáshitelezés. Vigyázni kell a fogyasztói hitelekkel, mert azoknak is nagyon jelentősen föl fog menni a kamata. Ingatlan piacsal mi várható ilyenkor? Valószínűleg lassulni fog az ingatlan piac, abban majdnem, hogy biztos vagyok. Tehát az a fajta árnövekedés és az a fajta bővülése az állománynak, a lakásállománynak, ami az elmúlt években bekövetkezett, az fenntarthatatlan. Mennyire kell együtt mozogni, és ez az utolsó kérdésem, Magyarországnak az Európai Unióval, mert ugye pillanatnyilag ilyen vétókat üzenünk, nagyon tartjuk magunkat a nemzeti érdekeinkhez. Ez az attitűd, ez tartható akkor, hogyha, hogy mondjam, csak ebben a nemzetközi kockázat közösségben részt kívánunk venni, úgy értem a kockázat közösséget, hogy az Európai Unió sem áll jól most különösebben, tehát hogy mindenkire hat a háború is, a Covid utáni helyzet is, talán Franciaországra nem nagyon hatott az infláció, ugye? Volt egy-két ország, amelyik kevésbé az Európai Unió, az eurozónában azért az infláció jóval alacsonyabb, és különösen, amit úgy hívnak, hogy maginfláció, ami a nyersanyagok, feldolgozatlan élelmiszer, mint például búza, kukorica, stb., illetve az energia nélkül. Tehát ezt egy külön szokták nézni, ez a maginfláció. Ez azt mutatja, hogy mennyire gyűrűzik be ez a sok nyersanyag, a energia ára az egyéb fogyasztási termékek árába, és ez mondjuk az európai eurozónában jóval alacsonyabb, mint Magyarországon. De visszatérve a kérdésére, én azt gondolom, hogy ez egy globális világ. Itt a világ sokkal kisebb, mint régen volt. Itt nincsenek határok ma már, vagy sokkal gyengébbek ezek a határok. Itt egy csomó olyan kérdés van, amivel mindenkinek mindenkivel együtt kell működnie. Most nézzünk csak itt a globális felmelegedésre. Senki nem tudja egyedül megoldani. Tehát ez a világ kicsi lett. És itt nem lehet, vagy sokkal kevésbé, mint a múltban lehet szembe menni az autópályán mindenkivel. Ebből előbb-utóbb azt el fogják ütni. Tehát itt nagyon sokan vannak az autópályán, és előbb-utóbb el fogják ütni. Múltkor egy olyan hasonlatot találtam mondani, ami nem biztos, hogy a legjobb hasonlat, hogy ugye szóba került ez a Trianon. Hogy miért lett az Trianonban, ami lett, ami nyilván egy nemzeti tragédia.
És én azt találtam mondani, hogy az egyik oka az, hogy mindenki, aki az asztal körül ült, az be akart nekünk tartani. Tehát nem voltak barátaink. Nem voltak olyanok, akik az érdekünkben fölléptek volna, és ezért azok, akik szemben álltak velünk, gyakorlatilag mindent elértek, amit elérhettek. Na most nem jó olyan helyzetet teremteni, amikor mindenki arra vár, hogy mikor lesz az a lehetőség, amikor a magyaroknak be lehet tartani. Ez nem egy jó helyzet. Ezzel el lehet evickélni ideig, óráig, hogy itt vétózunk, ott vétózunk, majd mi megmutatjuk, nemzeti szuverenitás, mi jobban tudjuk, csak ha már nagyon sokan gondolják azt, hogy ezek a magyarok már nem bírnak a bőrükbe lenni, abból előbb-utóbb baj lesz. Csak az a kérdés, hogy mikor találják meg ezt a lehetőséget, amikor vissza lehet ütni, de nagyot. Hát ez nem hangzik nagyon vidám perspektívának. Ezzel zárjuk, ez lesz a zárszó? Én azt gondolom, hogy talán a döntéshozóknak is van annyi józan önmérséklete, hogy ezt értik. Hát legyen úgy. Köszönöm szépen Simor Andrásnak, hogy itt volt, és hogy egy kicsit segített ezt a zűrös helyzetet értelmezni. Heti jégbüfé lesz a jövő héten is, nézzenek bennünket akkor is. Viszontlátásra!